Isten áld meg a magyar jó kedve bőséggel, nyújtsd feléje védő kar, ha küzd ellenséggel. Ki tudja merre, merre visz a végzet, göröngyös úton, sötét éjjelen. Vezess még egyszer, győzelemre néped, Csaba király. Haroknyi székely borlik, mint a szikla, népek harcának zajló tengerén. Fejünk az árjaj százszor elborítja, ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk! Maroknyi székely borlik, mint a szikla, népek harcának zajló tengerén. Fejünk az árjaj százszor elborítja, ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves megemlékezők! Kiskunfélegyháza a város önkormányzata nevében szeretettel köszöntöm Önöket a trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésünkön. Köszöntöm Csányi József polgármester urat, Balla László és Rosta Ferenc alpolgármester urakat, a képviselőtestület megjelent tagjait, a pártok képviselőit, városunk díszpolgárait, Kiskunfélegyháza város oktatási, közművelődési intézményeinek, civil szervezeteinek vezetőit, képviselőit. Köszöntök minden kedves megjelentet! Külön köszöntöm dr. Tarjányi Józsefet, a Petőfi Emlékbizottság elnökét, aki hosszú utat tett meg, hogy itt lehessen közöttünk. Az elmúlt percekben a himnuszt és a székely himnuszt hallhattuk Seregély Csilla előadásában. A győztes antant nagyhatalmak Magyarországgal 1920. június 4-én kötötték meg a trianoni békét. Trianon a magyarok számára az igazságtalanságot, az elkeseredettséget és a tehetetlen szomorúságot jelképezi. Elvették tőlünk egykor nagy és erős országunk több mint kétharmadát, ezzel ketté szakították nemzetünket. Tisztelettel felkérem dr. Tarjányi Józsefet, a Petőfi Emlékbizottság elnökét, mondja el gondolatait.
tisztelt gyászoló városvezetés, hölgyeim és uraim, jelenlévő ifjúság! Június 4-én, 100 évvel ezelőtt a történelmi Magyarország falvaiban és városaiban délelőtt 10 órakor megállt az élet. Megszólaltak a harangok, a szirénák, a hajókürtök, megszólaltak az autódudák, a villamosok csengői, emlékeztetve a szomorú pillanatra, a trianoni békediktátum kényszerű aláírására. Hazánk későn értesült az aláírás délutánra halasztásáról, ezért az emberek úgy döntöttek, hogy egész nap gyászolnak. A zászlókat eresztették, 10 percre leállt a közlekedés. Bezártak az üzletek, az iskolákban, a hivatalokban gyászszünetet rendeltek. A félegyházi hírlap beszámolója szerint az Ébredő Magyarok Egyesületének szervezésében már május 30-án, vasárnap délelőtt 10 000 ember gyűlt össze Csongrád főterén. Jól mondtam, 10 000 ember gyűlt össze Csongrád főterén. Tüntettek hazánk kétharmadának elvétele ellen. Gondoljuk csak meg, 10 000 ember egy kisvárosunkban, a szomszédunkban, Csongrádban. Félegyházán pontosan 100 éve, a mai napon, június 4-én délelőtt 10 órára gyülekeztek a kiskunok a meghirdetett tiltakozó gyűlésre a piasztéren, a mai Petőfi téren. Családi legendárium szerint a déd nagyanyám az Oskola utcai Tarjányi ház udvarán kézen fogta unokáit, az 5 éves édesapámat és a 2 évvel idősebb nagybátyámat. Kihozta őket a piasztérre, hogy részesei lehessenek a tiltakozásnak, örökre a szívükbe égjenek ezek a szomorú pillanatok, hogy ne feledjenek. A félegyházi hírlap 1920. június 6-a számában olvasható, hogy a mi tiltakozó gyűlésünket szintén az Ébredő Magyarok Egyesülete szervezte. A tüntetés a ránk kényszerített, hazánkat és nemzetünket halálosan sértő békediktátum ellen szerveződött. A gyűlést Majláth József, az Egyesület elnöke nyitotta meg, aki a beszéde végén indítványozta, hogy a népgyűlés táviratban fejezze ki a jogtalan és erőszakos békeszerződés aláírása elleni tiltakozását. Őt Hertelendi László hadnagy követte, aki együttérzésre, kitartásra hívta fel a keresztény magyarságot. Majláth József sok szép ma is álló épületünk építésze és kivitelezője volt Félegyházán. Záró szavaiban a termelő munkára, a törvénytiszteletre, a rendre és egymás támogatására szólította fel a hallgatóságot. Városunk vezetése néhány hónappal később, 1920. november 20-ai ülésén egyhangulag a következő határozatot fogadta el. Kiskun Félegyháza város képviselő testülete tiltakozik az igazságtalan és erőszakos trianoni béke ratifikálása ellen. Utasítja a polgármestert, hogy ezen határozatot illetékes helyre terjessze fel. Félegyházán alapították a Csonka Magyarország heti lapot. Ez egy pártoktól független politikai újság volt. Első száma 1921. március 22-én jelent meg, szerkesztője Gallai Pál. A lapot hetente 3-szor adták ki, fejléce alatt a magyarok imája volt olvasható, közösen is elmondhatjuk. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Amen. A szerkesztést 1933-ban dr. Horváth Zoltán, félegyházi ügyvéd, későbbi képviselő vette át. A lap neve a Csonka Magyarország címre változott, az addigi politikai párthoz nem tartozó irredent a lap, a független kisgazda, földmunkás és polgári agrárpártak lett a sajtóorgánuma. 1942-ben a németek bevonulása alatt szűnt meg. Nyugat-Magyarország elcsatolása 1919. március 26-ára vezethető vissza. Ekkor postázták a veszteseknek, Németországnak, Ausztriának, Bulgáriának,
a meghívót a békekonferenciára. A magyarokat visszatartották, gondolván, hogy a vörös uralom rövidesen megbukik. Sajnos még 128 napig vegzált, így a konferencia a nyár folyamán nélkülünk kezdődött. Ezzel az osztrákok számára lehetőség nyílt az új határtervek módosítására. Sikerült elérniük, hogy a nagyrészt olaszok lakta Dél-Tirol helyett megkapják az önmel németajkúak által lakott mai Burgenlandot. Félegyháza környékének katonaviselt fiataljai közül jó néhányan részt vettek 1921-ben a Rongyos Gárda harcaiban, Nyugat-Magyarország a későbbi Burgenland visszafoglalásában. A rövid életű lajtabánság kikiáltása után a Fraknói vár parancsnoka Tóth József joghallgató lett városunk későbbi polgármestere, majd országgyűlési képviselője. Nekik, a Rongyos Gárdának köszönhető, hogy Sopronban népszavazást írtak ki, és Sopron és még 7 falu visszakerült Magyarországhoz. A trianoni diktátum következménye az egész alakos Segesvári Petőfi szobor városunkban történő újraállítása. Köllő Miklós szobrászművész alkotását 1897. július 31-én avatták Segesváron, majd 1916-ban a román veszély elől Budapestre menekítették. Innen került 1922-ben Kiskunfélegyházára, a mai helyére, városunk főterére. 1990 után még ellenszélben, 2010 óta elfogadottan egyre több városban és faluban állítottak és állítanak trianoni emlékművet. A közelmúltban többek között például Hajdúszoboszlón került átadásra Györfi Lajos szobrászművész emlékműve. Mi, félegyháziak, büszkék lehetünk, hogy itt, az Ótemplomnál a magyarok nagyasszonya szobor előtt emlékezhetünk. Tudni kell a szoborról, amint azt héten 5. márta a Félegyházi Közlöny honlapján megjelent cikkében már olvashattuk, hogy Szabó Flórián helyi tanító érzett arra indítatást, hogy az Ótemplom előtti téren szerény tanítói fizetéséből egy patróna hungárié magyarok nagyasszonya szobrot állítasson fel. A helyi sajtó beszámolója szerint Korte Kujdon szobrászművész alkotása több mint 3000 pengőbe került. A szobrot 1929. decemberében áldotta meg Toldi Jenő apátplébános. Ha közel mennek a szoborhoz, akkor olvashatják, a szobor felirata a következő. Magyarok nagyasszonya, könyörög érettünk. A te megcsonkított nagy Magyarországot feltámadásába vetett töretlen hittel állítatta Szabó Flórián, római katolikus tanító az 1929. évben. Szabó Flórián 1870-ben született Félegyházán. Tanítói oklevelét a Kiskunfélegyházi Tanítóképző Intézetben szerezte, 32 év néptanítói szolgálat után ment nyugdíjba, és 62 éves korában halt meg. Ami boldog pillanat volt 1920-ban, a tisztességtelen eszközökkel területszerző szomszédos országoknak, az pokoli fájdalom a csonka Magyarországon maradt, és az onnan kiszorult magyarok millióinak egyaránt. Ezek számokban kifejező annyit jelentenek, hogy a Szent Istváni Magyarország elvesztette területének 2/3, lakossága pedig több mint 18 millióról 7,6 millióra csökkent. Iparának 38, nemzeti jövedelmének 67%-a került az újonnan létrejövő vagy haszonszerző országok birtokába. A trianoni diktátum megalkotói figyelmen hagyták az 1910-es népszámlálási adatokat, így mintegy 3,2 millió magyar, nemzetünk harmada, az utódállamok hátrányos helyzetbe kerülő polgára lett. Igaz a mondás, hogy a trianoni határoknak köszönhetően hazánk saját magával határos, hiszen az új 1920-as határok mindkét oldalán magyarok élnek, több mint 1,5 millióan pedig összefüggő tömbben kerültek a túloldalra. Ma, napjainkban, a történelmi Magyarországon szinte megállíthatatlan az asszimiláció, ami a legnagyobb veszély, továbbá az elvándorlás. A népesség csökkenés sajnos még itthon is komoly probléma,
A kormány népességpolitikája ellenére még mindig évente körülbelül 50 ezer magyarral lesz kevesebb. Reméljük, hogy ez a jövőben meg fog fordulni. Fájó szívvel gondolunk az elmúlt évtizedek több millió meg nem született magyar csecsemőire, a felelőtlen abortuszok áldozataira. Egyes szomszédos államok jelenlegi magyarság ellenes politikája ellenére mindent meg kell tennünk, hogy az ott élő magyar gyerekek magyar iskolába járhassanak. Szüleikkel együtt a kettős állampolgárság minden előnyét élvezhessék. Sokat kell tennünk Trianon gyászának fenntartása érdekében. Segítenünk kell a félegyházi diákokat, hogy a történelem órákon minél többet tudjanak meg a Trianonhoz vezető okokról, és arról a hihetetlen erőről, amivel a csonka Magyarország befogadta a szülőföldjéről elültözött milliónyi magyar testvérünket. Fejük fölé fedelet, megélhetésükhöz munkahelyeket teremtett, hogy tudják a diákok az elvesztett kolozsvári, temesvári, felvidéki egyetemeket Szegeden, Pécset, Debrecenben építették újjá. Hogy megvalósították Magyarországon, a csonka Magyarországon a tanyasi iskolák egész országot behálozó oktatási rendszerét. Kérjük a félegyházi tanárokat, hogy évente trianoni vetélkedők kirándulások segítségével erősítsék a diákok történelmi tudatát, igényt ébresztenek bennük, hogy a jövőbeni megemlékezésekre minél többen jöjjenek el. Az országgyűlés 2010-ben a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának napját, június 1-ét. Az erről szóló 2010. évi 45. törvény kimondta, a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része a magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. A Kárpát-medence összetart bennünket. Legyünk büszkék azokra a nemzettestvéreinkre, akik a mostani határokon kívül 100 év után is még megtartották magyarságokat. Köszönöm szépen! Kedves megemlékezők! A következő percekben a Kárpátia Együttes Bánathirág című számát hallhatják. Székelyföldi forgatós táncol Mindák Réka és Kátai Tibor.
Folytatásképpen kérem, hallgassák meg Róna Széki Gábor plébános úr imádságát. Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország. Ez a mondat volt kibetűzhető azon a márvány táblán, ami a szemét kupacok alul került elő a plébánia udvarán, amikor ide kerültem. Egy négyzetméteres tábla, amit aztán Bozók István barátunk gyönyörűen felújított, és a tábla fölkerült a plébánia falára, bent a kertben. Persze tudjuk, a mennyország nem egy területhez kötődik. Ott és akkor valósul meg, ahol és amikor az ember életében eluralkodik az igazi szeretet, a jóság és az igazság. Amikor imádsággal fordulunk az Isten felé, azt kérjük tőle, hogy ennek a mennyországnak mindannyian részeseivé válhassunk. Urunk, nemzetek királya, te minden népet arra hívsz, hogy megismerje üdvözítő szeretetedet. Hazánkért és egész magyar nemzetünkért könyörgünk most hozzád. Száz esztendővel ezelőtt mi magyarok mély fájdalmat éltünk át. Közös emlékezetünk súlyos sebe, az első világháborút lezáró béke és annak minden következménye. Az emlékezet gyógyulását pedig tovább hátráltatták a múlt század megosztó eseményei, melyek megtörték a magyar közösséget, és megosztották a Közép-Európában élő népeket. Urunk, te azt mondtad, hogy a téged szeretőknek minden a jobbra válik. Ennek tudatában az egységért és a kiengesztelődésért imádkozunk. Add, hogy megőrizzük az egységet azokkal a magyarokkal, akikkel összeköt a közös hit, a kultúra és a történelem, és akik Magyarországon vagy országunk határain túl élnek. A kiengesztelődés lelkületét pedig erősítsd a körülöttünk élő népek iránt. Gyógyítsd az emlékezetünket, és add, hogy a megbékélés útján járhassunk. Ne válasszanak el többi a történelmi fájdalmak, hanem kössön össze bennünket a szolidaritás, hogy a szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket. Tégy minket a béke és a megbocsátás evangéliumának hiteles tanúivá, hogy fenntartsuk a lelki egységet, amíg majd minden nemzet el nem jön, hogy előtted az imádásban egy év forva leboruljon. Amen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Trianon emlékezetére kérem, gyújtsunk gyertyát, és helyezzük el a megemlékezés virágait a magyarok nagyasszonya szobornál. A koszorúzás alatt tárogatón kísér Gulyás László.
Thank you.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!